Isti! Na sziasztok! Jó rég volt már ilyen eBay-es videó, ugye régebben csinálgattam egy-két ilyet, konkrétan egyet, hogy ilyen eBay loot, eBay haul, mit tudom én micsoda. És most arra gondoltam, hogy ilyen autós haul, vagy autós eBay haul videót szeretnék nektek csinálni. Na most olyan dolgok lesznek itt felsorolva leginkább, olyan dolgokat vásároltam meg, amik nekem kellenek értelemszerűen. Tehát nem biztos, hogy nektek ez hasznos, ti autótokban, vagy hogy kell. Ugye az én Astrám, ugye 1.4-es 2007-es, 8-as, inkább 8-asnak mondom, mert ha 2007 év végi Astrám van, és ugye nagyon sokszor mondtam már, hogy nincs benne semmiféle tárolóhely, nincs benne semmiféle pakolóhely, tehát nem tudok semmit hova tenni. És ezáltal akartam nézegetni ilyen dolgokat, amik esetleg megkönnyítik az életemet, amik esetleg egyszerűbbé teszik a dolgokat. Hát így jártam, ezeket a dolgokat vásároltam össze, linkek lesznek a leírásban minden egyes termékről. Ez nem egy szponzorált videó, bemutató inkább, bemutató videó, hogy ezek mit érnek ezek a cuccok, mennyi értelmük van, ugye ezek olcsóak lesznek, nyilván Kínából érkezik az összes free shipping-e. Na most ott tartunk máiként, hogy már megvan az összes, igazából már felvettem az autós jeleneteket is, úgyhogy tehát itt az idő mindfuck van. Ez a cucc. Ez. Na most ez ugye, ez ilyen díszléc jellegű, vagy ilyen dísz szegély, a tököm tudja milyen kitöltött szajré, és hoztak, adtak hozzá egy ilyet. Én összesen, hogy ezt megvettem, azt hittem, hogy ezt csak így be kell nyomkodni, vagy esetleg ragasztani. Hál' Istennek nem kell ragasztani semmit, úgyhogy nem lesz nagy maradandó károsodást nem okozok benne, mert én és a kézügyesség az így két különböző dolog. Tehát ez így jött, ezzel elég hosszú, tehát tényleg nagyon sok van benne, látjátok, nagyon rengetegre elég. Na most én egy helyre fogom csak rakni, úgyis látni fogjátok majd a videóba, és ez van hozzá, és ezzel kell így betöszkölni. Az összes közül erre voltam a legkíváncsi, hogy egyébként ez hogy fog kinézni az autóba, vagy kékbe vettem, összes többi szín az nem annyira tetszett, úgyhogy mindig annyit pofázok, mint a szar, inkább nézzük meg gyakorlatban ezek hogy néznek ki, jó? Tehát itt van ez a holmi, ez elviekben arra való, hogy ugye berakjuk ide körbe, az ilyen kis résekbe. Hát nem tudom hol tegyem, valamennyit elvágok belőle, gondolom ez úgy működik, hogy én szabadon vághatom, ahol akarom. Hát nem lesz egy gyönyörű munka. Csak úgy kíváncsiuk nagyjából, hogy ezt így hogy kell elképzelni. Nagy izé elvárásim ez nincsenek. Csak ide elvileg így be lehet ezt így tuszkolni. Már adtak hozzá egy ilyen gyönyörű szélszerszámot. Csak így tuszkolhatod befele, mint egy hülye. Hát... Figyelj, nem rossz! Azt kell mondjam, nem rossz. Itt a sarkok azok érdekes dolgok lesznek amúgy. Most a sarok... Na, lehet, hogy meghajlítom. És akkor talán úgy működni fog, de hát nem nagyon akarja az igazságot. Az alap parám az volt, hogy a sarokban ez hogy fog kinézni, és hát nem túl jól, tehát hogy nem annyira lehet azt oda szépen berakni. Meg hát igazából kérdés, ez mennyire tartósít, bár amúgy elég feszesen benne van. Jó, és akkor igazából csak ideig jön vissza. Nagyon jó. És akkor hát egy olló tök jó lenne. Ha lenne nálam, de hát nyilván nincsen, csak egy I have only I nem vicska. Elvágom azt csak. Oké, így. Aha, nagyon jók vagyunk. És hát egy... Picit szerintem még lehetne belőle vágni. Ez most jelen állapotában így néz ki, itt látszik egyébként egyedül, hogy túl keveset vágtam, és próbáltam még egy kihegeszteni belőle, így késsel. Szóval ezt mindenféleképpen valami ollóval csináljátok. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy még így is megtekintve, tehát hogy mutatom nektek más szögből is, még így is nézve, szerintem nem rossz egyébként. Tehát, figyelj, sokkal rosszabbra számítottam, azt hozzáteszem. Tényleg sokkal rosszabbra. Nem rossz, tehát tök könnyű egyébként méretezni, stb. Mondom, nem egy bicskával kéne tényleg hozzáesni, mert ezzel, tehát ezzel itt most én már itt nem nagyon tudom szépen finom hangolni, hogy elkezdtem itt vagdosni, aztán nem igazán jött össze. De egyébként figyelj, szerintem megbolondítja egyébként egy kicsit a dolgot. Picike azért low budget, tehát hogy azt azért tegyük hozzá, szóval nyilván low budget, tehát hogy az eBay-es dolog, ne várjunk sokat tőle. Nem azt mondom, hogy ettől most aztán prémium lett az Opel Astra, mert nem lett prémium közel sem, de azért azon gondolkozok, hogy máshol nem raknék egyébként szívesen ilyet. Ugye még nagyon sok van egyébként, tehát az elég hosszú, de azért itt, hogyha közelre jövünk, tényleg látszik, hogy ott azért elszartam a dolgot. De figyelj, meg itt azért látszik, itt ezt jobban meg kellett volna hajlítani. Tehát, ha így közelebb jövök ide nektek, akkor ott látszik, hogy azért kijön a dolog. De amúgy szerintem nem, tényleg nem ronda. De írjátok meg úgyis a kommentben a véleményeteket, kíváncsi vagyok rá. Itt van ez. Ugye ez a kézifék védő, ez pedig a váltó védő. Tapintása nem rossz, tehát minőségre ne várjunk sokat. Tehát, hogy eBay-es, látszik is azért rajta elég erősen, hogy olyan, amilyen. Itt a szövés meg a varrás az, hát az olyan bénácska.
viszont nem indul el, nem bojtos, vagy stb. Itt van a kézifék kar, ugye? Ez így néz ki. Jó. Ugye itt van ez a szar, hát ez... Itt így ebbe kéne bedugni a kézifékes témát. Na most nyilvánvalóan lenyegyetek olyan hülyék, mint én voltam, hogy ilyet akartok venni, bár mondjuk nem fogtok sokat bukni rajta, ez a lényeg az eBay-nek. Mérjétek le ezt a kézifék kart. Na, az enyém az eléggé rövid, igen, szexuális poénokat ide lehet kommentelni. És hogy hiába csinálom azt, hogy jó, akkor ezt így berakom, ugye? De egyszer nincs helye alul, és akkor össze is húzom. Hát szerintem nagyon ízléstelen is. Tehát ízléstelen. És tehát, hogy valahogy itt eltűnik a gomb benne, és olyan fura lesz az egész. Úgyhogy lejjebb így húzod, akkor is valahogy onnan az kinéz, de hát nem tudom, gyerekek, szóval, hogy érdekes. A váltó gombbal pedig az a bajom, hogy nekem reteszes a váltóm. Szóval, hogy itt van egy retesz alul, azt megmutatni fogom nektek külön, van egy retesz alul, és ezen ugye nincs erre hely, tehát hogy hiába csinálom azt, hogy rá is rakom, tegyük hozzá, hogy nem is arra formára van, látjátok? Szóval ez ilyen, hát nem tudom pontosan, milyen autókban van ilyen váltó gomb, de nem az enyémre való. És akkor azt mondom, hogy jó, akkor ezt így valahogy össze is húzom. Akkor úgy rajta van meg minden, meg látjátok, hogy itt így megvan, de hogy vannak ilyen púpok, ugye, mivel nem erre a formára van kitalálva, és eléggé szar. És ugye a legfőbb problémám tényleg azzal van, hogy ez reteszes. Tehát ezt leveszem, és itt van alul nekem a retesz, látod? És ez rajta van, akkor az blokkolja a reteszt, és borzasztó idegesítő, úgyhogy nekem ez nem jött be az én autómba. Lehet, hogy valakinél be fog jönni, egyébként megmondom, tényleg a fogása teljesen jó. Teljesen rendben van az anyaga, ahhoz képest, hogy eBay-es, tényleg még egyszer mondom, ahhoz képest, tehát, hogy tényleg várjátok azért nagy minőséget, de szerintem ez nem tré. Ja, a következő okosság az ugye ez a szemetes téma, ez így néz ki, itt ugye fel lehet ezt nyitni faszám, tehát itt van egy ilyen zsanéros téma, van is benne szemét, látjátok, próbálgatom azért a cuccot, megfordítod, és egy ilyennel csatlakozik fel egy ilyen kalantyúval a... bárhova igazából akarod. Ez egyébként nekem a Skodákból jutott eszembe, ugyanis a Skodákban alapból van valami hasonló ott a tároló részen. Van bent egy ilyesmi, és tök jó lehet kapni ilyet. Na és ezt ugye én úgy használom, hogy ide rakom. Ez a bal egynél van ez az ajtó, ugye tehát nálam. Ez nem is teljesen szemét, nem is tudom mi a francnak van itt. És ugye ezt ide csak simán fogod, ugye ezt kitágítod, és akkor ide föl tudod pattintani, és akkor az ott van. Na most nem egy életbiztosítás, tehát ez ennyire könnyen mozog itt sajnos. Mondjuk ez leginkább szerintem az én hát anyagomtól való, ugyanis egy picit itt ez szélesedik talán. Tehát ez egy picit megvan, hogy bolondítva az Opel mérnökeinek hála, úgyhogy ez nem annyira adja ki a dolgot, de hogyha ide fölrakod, lehet, hogy minden autóban máshogy működik, meg minden autóban máshogy fog működni, úgyhogy ez igazából tök jó pont. Ez itt van. Igazából baromi praktikus, te is tudod magad ide húzogatni magadnak nyilvánvalóan, tehát lehet hátrébb. Ugye én ennyi hátra nem tudom rakni, mert akkor már itt az ülésnek a állítója útban van. Úgyhogy ez nagyjából itt szokott lenni, és szépen itt föl tudod nyitni, akkor fogod, belerakod a szemetet. Ugye tudsz belakni egy zacskót is, ugye, ha akarsz ilyen szemetes kis zacskót. Ugye ez a legnagyobb probléma az, hogy amikor ennyit tudod kinyitni az ajtót, tehát nem, ez nem nagyon van kinyitva, tehát közel félig van kinyitva kb. Ez az ajtó, akkor amikor így szállnál ki, ugye amikor szűkös, akkor szépen fogod és simán lerugod a rákba. Ami probléma, és azért van az, hogy sokszor meg is van kicsit rúgás, akkor picit megrugod, így meg úgy. Tehát, hogy tud útba lenni az a helyzet, viszont hogy becsukod, így, akkor szépen ott így el van, és a lábamat egy picit zavarja, de mondjuk, hogyha így vagyok, hát így szoktam lenni, hogy így kuplungolok, mit tudom én, és félrakom a lábamat a halott pedálra, úgymond, nem tudom, minek hívják ott arra a témára, így félrakom szépen a lábamat, így, és azt mondom, hogy így akkor pihentetem, akkor eltűnik, és nem, de nincs útban érdekes módon, viszont hogyha útban van, akkor még mindig mondhatom azt, hogy hátrahúzom, amennyire csak tudom, látod így, és akkor viszont aztán tényleg se egyáltalán nincsen útba. Akkor tök jó használni, amikor egy ilyen nagyobb távra mész, ilyen autópályázó, meg mit tudom, és akkor többen mentek, és akkor tudod, belerak szemetet, és akkor végig ki tudod szedni könnyen, tehát amúgy tényleg tök praktikus az egész. Mert általában, amikor mi Patrikkal megyünk Plétre, bárhova, vagy valami autópályás téma van, akkor mindig arról van szó, hogy szemetet hova tegyem. Ugye, mert az Astrában nem tudod hova tenni, tehát egyszerűen nincs hely sehova. Azért nézegetek ilyen dolgokat, és ez igazából tényleg egy tök jó alternatíva erre. Jó, és akkor itt van ez. Megmondom összetekem, ebben volt a legtöbb bizalmam, ugye kis tároló téma, ez ilyen tök, hát azért eléggé gagyi, tehát kínai az, de ez itt faszán eljön, és van benne egy tök jó kis tároló hely,
és hát lenne. Ezzel az a baj, hogy olyan okosan érkezett meg ez a dolog, hogy három darab ilyen ragasztó csíkkal. Nem viccelek. Tehát ebben bíztak, hogy ez föl fog ragadni, most látjátok, hogy ez kicsikét sem koszos, itt egy picikét talán egy-két koszt összeszedett, mert hát nyilván nem tudtam használni. Mondom, jó, én ezt ide terveztem, itt ezt letöröltem, amikor először ezt így csináltam, mondom, ide rakom, tök fasza, hát egyébként borzasztóan néz neki, hozzatenném, tehát az iszonyatos, de legalább lenne itt valami tárolom, ugye, mert én most így tárolókat akarok mindenhova tenni ebbe az autóba, ahol csak lehet, hát ez nem ragad ide. Tehát és sehogy sem. De és tovább megyek, nem ragad rá a kezemre sem. Most egy picit így ráragad, de hogy éppen hogy. És ez nem azért van, mert nem most, mert hogy régebben lett kibontva. Ezt amikor kivettem a dobozból, ugyanilyen volt. Ide raktam is semmi. Mondhatjátok azt, hogy persze Isti, hogy nem ragad oda, mert hogy ilyen érdes a felülete az autódnak, a felületének, azért nem ragad oda, mert ilyen pöttyös a felületén kosárlabda jellegű. Nem, ez sehova se ragad oda konkrétan, egészen komolyan mondom. Tehát, hogy lehet, hogy ezt úgy kéne valahogy használni, hogy valamivel oda kéne effektíve rögzíteni tényleg, és akkor működne, de valahogy olyan rohadt bumszli, ronda, és az a baj, hogy abban az autó nem nagyon van olyan hely, ahol ezt el tudom bárhova máshova tenni, tehát egyszerűen ide nem lehet rakni, hova teszem? Tehát, hogy ide nem tudom tenni, ugye, pedig ide amúgy tökre faszán befélni, de akkor még a kéziféket nem tudom leengedni, hova teszem? Ez a problémám, sehova, nem tudom sehova se tenni, úgyhogy ez most így megmaradt ilyen tökön tudja minek. Ezt semmiképpen sem ajánlom. És végezetül van még ez a cucc. Megmondom össze, az összes között talán ez a legpraktikusabb, ténylegesen mondom, amiket vásároltam. Ez ugye ilyen kis bigyó, ilyen kis két kis ága van, és ugye a másik oldal ragadós. Na most ez is ugyanaz a baj, mint azzal a BMW, Audi tároló helyre hasonlító ilyen kis dobozzal egyébként, hogy nem ragad oda arra a felületre, amire kéne, arra az érdes felületre nem ragad oda. És ez nem jó. Viszont ennek találtam egy sokkal másabb felhasználását, és ez a nem autó tulajdonosoknak is tök jó lehet egyébként egy ilyet vásárolni. Az pedig az íróasztalra, vagy az íróasztal szélére, vagy akár az éli szekrény szélére fölraksz egy ilyet, és de inkább az íróasztalra jó szerintem, és ugye ami vezeték kijön a gépedből, mondjuk egy HDMI, helyett mondjuk egy USB, azt ugye szépen be tudod ebbe akasztani, és akkor az ott szépen megmarad, és nem kell mindig folyton hajogatni, érte meg lehajolni, meg mit tudom én, lusta emberek sportja, azért vagyok ebben jó. A másik dolog, ahol én nagyon sokat használom, még én az a kis szekrényem, ahol ugyanis az mindig a konzol van, az aktuális konzol, inkább az Xbox van szokott ott lenni, és ugye az internet kábel azonnal hátulról jön nekem szépen be egy ilyen routerből, ez így tök jó megtartja, megakad benne, nagyon fasz, hogy éppen nem használom a konzolt, akkor az ott van stabilan és kész. És tök jó, úgyhogy ezt csak ajánlítom nektek, gyerekek, gombokért lehet venni, tudjátok, eBay-ről van szó, cheap as hell! Úgyhogy ennyi lett volna igazából, ezek fértek bele, én az összes közül, ami eBay-en megvásárolt autós cucc, ezeket tartottam így kvázi a legértelmesebbnek, vagy a könnyebben felhasználhatónak, vagy a legpraktikusabbnak mindenféleképpen, úgyhogy ez volt a lényege az egésznek. Hát nem mindegyik volt túl jó, nyilván erre számítottam én is, de van, ami meglepődtem teljes mértékben, hogy használható. Úgyhogy én azt mondom, hogy ehhez mérten mérlegeljetek, hogyha akartok esetleg vásárolni ilyesmit, hogy melyik milyen. Remélem, hogy éreztetek ezt a videót, hogy igen, nyomtok egy lájkot, leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint mindig az Instagramomat, Facebook oldalomat, minden szart, amit akartok. Remélem, hogy éreztetek ezt a videót, szervusztok!